Sziasztok, kellemes időtöltést, M3 Autópark, Ford Focus, ami előtt, után, mögött megálltunk. Ez az autó egy 2001-es évelető kis járgány, egy nagyon jó állapotú 1.6 benzines autó, és automata váltós, úgyhogy figyelmébe ajánlom mindenkinek, aki ilyesmit keres, vagy már mint nektek. Megvan a kalaptartója, egyrészt ami fontos, és hogy szép tiszta a hátulja. Az autónk ez is metál színű, láthatóan nagyon szépen rendben van, egybe van, nem korodált, és nem karistolt, és nem horpasztott, és nincsen semmi különleges problémája, ami problémás lenne. Az autónknak a belső szövetkárpitos, már mutatom, és azonnal fejtámlákkal rendelkezik, és nagyon szépen rendezett. Az oldalsó légzsák is benne van a helyén. Aztán, hogyha az elejébe ide becsülünk, láthatóan itt ez az ülés is nagyon szépen szinte újszerű. Nem véletlenül, ugye nem sok kilométert futott bele, összességében már is ezt is megmutatom. Azt mondja, hogy 85.915. Ez az autó, ez egy könnyedén induló kis autó, láthatóan a fordulatszámmérő az ott van a helyén, és vágódik is rögtön, ha oda taposunk. Itt a pedálzatot már is mutatnám nektek, hogy az sincs megkopva, úgy, ahogy a váltó sem. Itt van egy koncert, éppen ezt teszteli, hogy rendben vannak-e sebességfokozatok, és hogy megvan minden. Mondhatjuk azt, hogy rút táncol tulajdonképpen. Az autónkban van egy manuális klíma, amit ha bekapcsolok, akkor be is kapcsol. Van benne egy CD rádió, ez egy gyári dolog, amit szépen szól hallhatóan. Elő is légzsákok, ugye állítható kormánymagasság lentről, és ezen kívül ugye felünk vannak Feri és Peti kollégám, és üdvözlök benneteket. Előszedtük itt a kis szervizfüzetét, foglalkoztak vele, láthatóan jó gazdája volt. A járgányunk az 101 lóerős, ez a benzinmotor. És akkor nézzük meg, hogy milyen ez a motortér, illetve még akadjunk itt el egy pillanatra, méghozzá a gumiknál. Nagyon jó állapotúak a gumik, rajta jó bordázatúak még. És itt a mocia, nagyon csendesen jár, a klíma ventilátor ugye bekapcsolt. Szinte újszerű ez a tartály, és ez a 101 lóerős motor nagyon szépen dolgozik benne. Jól viszi a kasznit, én kipróbáltam, bízzatok bennem, gyertek el, nem fogtok hibázni, ezt az autót vesztek meg. Tényleg nagyon szépen rendben van. Várlak benneteket, a viszontlátásra!